Nem sokkal ezelőtt ért véget a bemtéri megemlékezés, ott van pedig a Hír TV tudósítója, Nyakas Edit a helyszínen. Szervusz Edit, mi történik most, mi szerepel még a ma esti programban? Szervusz, köszöntöm a nézőket! A külügyminisztérium előtt egy látványos fényfestésnek, fényjátéknak lehetnek a szemtanúja az ide látogatók. Az 1956-os forradalom és szabadságharc egyes mozzanatait mutatják be ezek a fal festmények. Láthatunk tankot, láthatunk magyar zászlót, láthatunk tüntető tömeget is. Este 11 óráig lehet ezt megtekinteni itt a bentéren, ahol egyébként nem rég ért véget az ünnepség, ahol Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, hogy 1956 kommunistái ugyan jó részt meghaltak, de leszármazottjaik, szellemi, anyagi örököseik itt élnek közöttünk. És ők azok, akik 15 évvel ezelőtt a forradalom 50. évfordulóján az ünnepet meggyalázták. Ide a fáklyás felvonulás után érkeztek a megemlékezők, idén is a hagyományoknak megfelelően a Műegyetemtől indultak, ahol megkezdődött az ünnepség sorozat. Itt egyébként mi várható még holnap, hol lesznek a megemlékezések, hiszen fontos tudni, aki ide jön Budapestre, az hol keresse az ünnepi eseményeket. Igen, holnap 9 órától lesz az ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth téren, majd 10 óra és délután 4 óra között az Országházban megtekinthetik a Szent Koronát az ide látogatók, illetve 3:30-tól délután Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke mond ünnepi beszédet az Andrássy út és a Bajcsi Zsilinszky út sarkán. Ilyen fényjátékkal is találkozhatnak még a fővárosba érkezők, de egyébként az ország több pontján szinte minden településen megemlékeznek az 1956-os forradalomról. Edit, köszönjük szépen a tudósítást, mi pedig folytatjuk a műsort Selmeci Gabriellával, a Fidesz frakcióvezető helyettesével. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Nagyon megható látni ezeket a képsorokat, viszont muszáj emlékeznünk a 15 évvel ezelőtti történésekre is, akkor teljesen más hangulatban ünnepeltünk, ünnepelt az ország. Ön hogy emlékszik vissza ezekre a napokra? 2006-ban egy meggyalázott emlékű 1956-os megemlékezést tartottunk. Nagyon nagy felelősség volt rajtunk, amikor eldöntöttük, hogy 2006. november 4-én szervezünk egy fáklyás felvonulást. Azért volt nagy a felelősség rajtunk, mert lehetett arra számítani, hogy Gyurcsány Ferenc nem fogja vissza magát, az akkori miniszterelnök, és ugye a titok minisztere segítségével, Szilvási Györggyel provokálni fogják azt a fáklyás felvonulást, amit a Fidesz szervezett, és éltünk a gyanúperrel, hogy akár odáig is elmernek menni, hogy halott legyenek, tehát súlyos áldozatai legyenek ennek a felvonulásnak. Ám akkor ez a bátor kiállás és az, hogy nagyon sokan voltunk, illetve megszerveztük ennek a fáklyás felvonulásnak a védelmét is, hiszen fiatalok vették körbe a menetet, és nem engedték, hogy kívülről provokátorok belekössenek az ünneplőkbe. Úgyhogy hát 2006 az a bátor kiállás időszaka volt. A bátor kiállás is természetesen, de emlékezhetünk azokra a szívszorító jelenetekre, amikor a békés tüntetőket verték és támadták meg a rendőrök. Tehát az emberekben hatalmas volt a félsz, főleg azért, mert korábban beszélgettem is Krapski Fruzsinával, aki elmondta, hogy október 23-a az egy szörnyű esemény volt, de azt megelőzően is a TV ostrom, tehát a TV székház ostroma után folyamatosak voltak a rendőri erőszakoskodások. Ő említette, hogy a Magyar Rádió udvarán volt egy kínzókamra, ahogy ő fogalmazott, és rengeteg fiatalt, öreget válogatás nélkül vertek a rendőrök. Most olvastam egy visszaemlékezést, ahol egy fiatal rendőr mondta azt, hogy a parancsnok mondta, hogy nyugodtan törjen el valamie annak, akit bevisznek oda. Tehát az emberekben hatalmas volt a félsz. Hogyan sikerült rábeszélni őket, hogy mégis álljanak ki az igazikért, és mégis vonuljanak föl Budapest utcáin? Hát kicsit, ha időben továbbugrok, akkor azért ezt elmondhatom, hogy civileknek köszönhetően ugye nagyon sokan elmondták, hogy mi történt velük 2006-ban. Ez azért volt fontos, hogy Magyarország összes állampolgára, aki akarja, az megismerhesse, hogy mi történt akkor ezekben a hetekben, hónapokban. És azért is fontos, hogy a gyermekeink, tehát akik utánunk jönnek, illetve utána születtek, 2006 után születtek, hogy meg tudják nézni, hogy mi történt
egy demokráciának hazudott rezsim alatt, egy MSZP-SZDSZ kormány alatt mit mertek megtenni az emberekkel. Azt hiszem, hogy mi magyarok bármilyen mélyre is szölöknek bennünket, és hagynak minket egyedül. Ugye nagyon sokszor a történelemben ez történt velünk. Valahogy mélyről mégis van, csak van bennünk egy remény, egy erő, ami ilyenkor feljön, előjön, erőt ad, és újra ki tudunk állni azért, hogy magyarok vagyunk, Magyarország magyar maradjon. Nagyon sok emberben hatalmas sebet ejtett, illetve nagyon nagy hiányérzetet kelt az, hogy elmaradtak a felelősségre vonások. Rengeteg per volt. Igen. Ezt feldolgozta a média, és nagyon sok könyv is született róla, jelentés született róla, de Gergényi Péternek vagy Bene Lászlónak voltak éppen a hajaszára sem görbült. Nem ítélték el őket, nem hurcolták meg őket, nyugodtan élhették tovább a civil életüket. Miért maradt ez el? Hát Magyarországon az igazságszolgáltatás független, tőlünk legalábbis független. Én is azt mondom, hogy ezekben az esetekben nem az igazságszolgáltatás működött, hanem talán valamiféle furcsán értelmezett jogszolgáltatás. Én azt hiszem, hogy a politikai felelősség valahol ott érhető azért tetten, hogy 2010 óta a magyar állampolgárok, a szavazók nem engedték vissza a hatalomba Gyurcsány Ferencet. Ugye 2010 óta már háromszor kapott Orbán Viktor felhatalmazást, kétharmados felhatalmazást a kormányzásra. Úgyhogy nagyon sokan vagyunk, akik úgy hisszük, hogy nincs ez egy rendjén, Gyurcsány Ferencet el kellett volna ítélni, de azt is el tudom mondani tapasztalatból, hogy a mai napig Gyurcsány Ferenc nagyon ravasz, és maga elé tol másokat, másokkal viteti el a balhét. Ugye Sukoró ügyben is jogerős ítélet született, egy elmarasztaló ítélet, de nem Gyurcsány Ferenc ment börtönbe, hanem egy olyan ember, akit ő előre tolt. Átrai Miklós, igen. És mondta, igen, hogy helyette igen megy börtönbe, tehát ő be is vallotta ezt, ezért volt furcsa ez, igen, és azért furcsa ez, mert a rendőri vezetők, akik kiadhatták ezt a parancsot, ők mindannyian azt mondták, hogy nem tudnak róla, nem emlékeznek, egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tettek, a bíróságon pedig egymást védték a rendőrök. És hiába mondta azt az egyik bíró, hogy tudja, hogy nem mondanak igazat, nem tehet mást. Ez azért, tehát persze nagyon fontos a jogszolgáltatás, nagyon fontos az igazságszolgáltatás, de hogy férhetett bele? Hogy lehetett a média nyomása ellenére engedni azt, hogy ezek az emberek voltak éppen büntetlenül kisétáljanak a bíróság épületéből? Nem tehetjük meg, hogy beleavatkozunk az igazságszolgáltatás menetébe. Ugye itt ugorjunk mondjuk 2012-re, 2012 januárja volt az, amikor azt éreztük, hogy egy másodpercre vagyunk a külföldi beavatkozástól. Tehát emlékezzünk vissza, hogy pénzügyi területen, politikai területen, média területén, a bankrendszer területén folyamatos külföldi támadások érték Magyarországot. Például a forintra többször spekuláltak. És akkor 2012 január emlékszem, akkor Bályás Zsolt és Bencsik András volt a névadója, szerveztek egy békemenetet, és ennek a 2012-es békemenetnek köszönhető az, hogy a 2010-ben kétharmaddal megválasztott Orbán kormány a helyén tudott maradni és által saradt. Ez a rengeteg sok civil ember, aki békésen felvonult, és vitték ugye a hatalmas feliratot, hogy nem leszünk gyarmat, ez azért meghátrálásra, megállásra késztette a Deep State-et, a háttérhatalmat. Idén viszont nyugodt körülmények között tudunk ünnepelni, lesz állami megemlékezés, lesz békemenet, és ön melyiket várja, hol lesz majd, és milyen szerepet kapott a szervezésben? Hát délután mi a Műszaki Egyetem előtt fogunk kezdeni. Tulajdonképpen a legtöbb békemeneten a barátaimmal és a családommal, a gyerekeimmel szoktunk részt venni. Így lesz ez holnap is, és végig sétálunk a békemeneten, és utána meghallgatjuk az ünnepi beszédet Orbán Viktor miniszterelnöktől. Ennek nagyon fontos, nagyon sokszor elhangzott a fiataloknak a szerepe, hogyan lehet őket minél jobban belevonni ebbe, megismertetni velük azt, hogy mi történt, hiszen 15 évvel ezelőtt nagyon sokan, tehát a 20-25 éves fiatalok számára ez olyan távolinak tűnik, amit a történelemkönyvekből ismerhetnek, pedig ezt nagyon sokan átélték, és ott történt a szemünk előtt. Hogyan lehet elmagyarázni nekik, hogy ez miért fontos, és miért kell ennyire emlékezni újra meg újra erre?
Igen, hát először is egy mondat jövőre az országgyűlési választáson, ugye akik először szavaznak, azok 2 évesek voltak 2006-ban, tehát nem emlékezhetnek arra, hogy mi történt. De hát egyfelől ugye itt nagyon fontos szerepe van például a filmiparnak. Ugye megjelent egy film, és látjuk, hogy nagy sikere van. Én javaslom mindenkinek, hogy menjen el, vigye el a nagyszülőket, vigye el a gyermekeket, és hogy meg tudják nézni ezt a filmet. Aztán én fontosnak érzem azt is, hogy a békemenet hangulatát is megérezzék a fiatalok. Tehát ez nem csak egy fizikai jelenlét, ez nem csak egy fizikai együttlét, hanem ott olyan érzések, érzelmek szabadulnak el, ami egy egész életen át követi az embert, ezek a pozitív élmények. A másik oldalon pedig mi marad nekik? Hát a gyűlölet és a frusztráltság és a harag. Sremeci Gabriela, köszönöm szépen a beszélgetést. Élőben fogjuk közvetíteni, minden a stúdióból figyeljük majd. Kíváncsi vagyok, hogy milyen hangulat jön majd át a kamerákon keresztül. Örülök, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a meghívást.